Hát úristen, úristen, hát kik ezek az azonnal itt lévő enneberek a cseten? Hello, szia, nagyon sziasztok. Hello, szia, Nikolettus Maka, és fasz, Happy, hello, szevasztok, srácok. Csöcsi, möcsi, üdvözlök mindenekit itt ezen a szexuális völvidéki Dreamon. Hát még itt már, mindjárt itt a szexuális megjelenik, csak éppen még csapkodom itt a utolsót, itt a asztal alatt, még egy pár szor adok neki egy pár pofonyt. Szevasztok, csöcsi, möcsi, Hali. Megváltoztam? Még nem is látta, HP, mi a fasz? Várjál, ezt a fejet kell bevenni, hogy... Vagy így? Kigúvat kicsit a szemem? Hát igen, ez már alkoholizmusnak a első jele. Egészség. És ahol semmi. Ahogy mind a patkány képen, Makám. Hát, a seglukadat inkább nem nézném meg. Ha találkszunk, semmi baj. Na figyelj, már rég elmúlt dél, és sehol nincsen megírva az, hogy mikortól lehet borozni, oké? Hát azt nem is tudod megnézni, mert nincsen maka, úgyhogy ebben most így nullába raktuk egymást. Szóval ez nincs megírva sehol az, hogy mikortól lehet inni, HP-kám, úgyhogy itt én megengedhetem magamnak azt, hogy akkor iszok, amikor akarok. Legalább ennyi. Na, mi zuha veletek, srácok, hogy vagytok, hogy az egzuáltok, meg minden ilyesmi. Remélem minden zoké, vagy nem zoké, hanem oké, de hát igen, igen, igen. Na, tegnap megöltük Artyomot, ugye, ahogy a címbe is föltüntettem, hogy Artyomnak Caput Draconis, Avada Kedavra, akármit mondhatok rá, de majd ma újraélesztem, mert ugye tegnap a bad endinget sikerült végigvinnünk, ezért döglött meg Artyom, de majd ma... Itt zegzulásan fölélesztjük, és folytassuk a sztoriát. Ami már nincs megírva a könyvbe, ez már csak ilyen... Jó, amúgy egész játék úgymond jobban akcióvádúsabbá lett téve, mint a könyv, de igen. Fáradtan, de meg vagyok. Fáradtan? Fáradtnak szűz, minden nem a régi volna. Úristen. Veled most én mit tettem? Befogom már, indítom már a játékot már. Lehet lemegyek a boltba venni egy kis nasit. Ezt már rémeket volna tenned, Maka. Ezt már így kellett volna kezdeni a streamet, hogy megveszed a nasit. Srácok, nyomjátok, van ott a Zoli emote-ra, kattintsatok rá, légy szíves, hogy lássam azt a chatbe. Úgy csak a feliratkozók tudják ezt, úgyhogy maga sajnálom, kapjad be a banánom. Indítjuk a játékot. És aztán majd ott úgyis dumizunk. Az. Zoli! Perfecto! Kurva jó az a kép amúgy nagyba. Csak hát nagyba kéne lenni annak a képnek, és akkor látnátok rendesen. De amúgy kurva jó. Vártok, mert itt össze vagyunk gabajodva. Gabajodási van. Az anyámat, hát hogyan tud összefűni egy kibaszott kábel, baszki? Így, hogyha így van a kábel, akkor mint hogyha valami biztonsági övő lenne rajtam is be lenne kapcsolva, de nem. Elrakjuk ide, úgyis leesik. Közben itt nagyon-nagyon mennek a muzsikák. Lehet el kellett volna menni húgyozni egyet, mielőtt beülök streamre. És bassz meg, a kávét is csináltam meg. Hát nem csináltam meg a kávét stream előtt, ez hogy le? Úristen, na lássátok. A bor ezt teszi. Lehet, hogy nem a bor, de... Honnan van ez a kép? Miss Nicolettus, kérlek szépen ezt úgy csináltattam. Egy alkalmazásba. Ne.
Van sok ilyen kép, de amúgy nagyon baszok, igen. Olyan vagyok, mint egy igazi izé, harcos paszki, kurva jó. Na várj, mindjárt bemutatom én nektek nagyba. Például... ugye ez a kép. Csak úgy irítsa rajtam, szemcsi. Hát most mondd meg. Kurva jó. Várjál, mutatok én még. Ingyá, itten van itt. Van itt valami harcos, bazd meg. Kurva jó. Kurva jó, bazd meg, várjál. Át tudom dobni DC-n testrésze. Melyiket, ami most szólt? Ez a Metrónak a fő címdala, úgymond, úgyha megtalálod. Na, beírod YouTube-ra biztos. Ugye nem jön be a fókusz, úgyhogy annyira nem láthassátok, de azért így... így nagy mértékben lehet. És még olyan... jót keressek, ami így hasonlít reám. Ugye ez volt a másik emoji. Van ilyen mesés Zoli. €2.50, 2,50 € csináltak 25 képet, azt hiszem. De ez ilyen mesterséges intelligencia amúgy. Ilyen mindenfajta be lehetett állítani, hogy cyberpunkos legyen, meg minden ilyen lófasz. És ugye itt van Mr. Anime Zoltán. A zöld háttér oda nézi, a zöld képernyő. De igen, nem tudom mennyire lássátok. Itt az exuális testjemet. Anime Zoli. Annyira nem látszik a mesés része, de igen. Néha, ha akarok, akkor ilyen exuálisan is ki tudok nézni. A streamekben le vagyok harcolódva. Na várjál. Kell csinálni kávét, nem? Bassza meg, elfelejtettem. Miért felejtettem a kávét csinálni, bassz meg? Vártok feliratot... feliratot... bökünk... pulzust. Itt méri a pulzusunkat. Hang. Oké, ezt tökéletesen van. Térhatású hangzás. Ne legyen, szarjunk meg mindenhol. Hát még szép, hogy szigorúan csak a felső rész. A farkamról nem kértek képet, csak arcomról 20 darab. 20 darab képet kellett beküldenem, srácok, és abból lettem én. Abból csináltok meg engemet. Na! De mindenek előtt, srácok, muszáj csinálnom kávét. Hát nem lehet, én kérek elnézést. Mindenki. Száraz éget fassza. Hogy mi? Hogy mi?
Ki ez a butus? Hát ki ez a butus? Úristen! Sziasztok! Újra! Na, hogyha már így pillanatokra eltűntem, akkor meg is könnyeztettem a kobrát, úgyhogy most már itt vagyok és a tiétek vagyok. Na, kezdjünk bele, srácok! Újjáték! No, olvasó! Ez a mód azoknak készült, akik még nem állnak készen a metró világának kihívásaira, és inkább csak élveznék a történetet, valamint Artyom és barátai utazásának hangulatát. Ezen a nehézségi szinten jó az a műek. Normál, a műfajt már ismerő játékosoknak ajánlott, oda kell figyelned a lőszar és a szűrők utánpótlására, illetve a harci helyzeteket is kétszer át kell gondolnod. A csöndes gyilkosságot, Zoli, ez? No! Csapjunk a latyóba! És nézzük, hogy vaszi szere van. I still remember life before the war. Még ő emlékszik a háború előtre. Most ez komolyan ugrálni fog, ez a jó ját. Emlékszem, hogy régen mások voltunk, és ott éltünk a felszínen. Régen mi voltunk az egész világ urai. Óriási városokat építettünk üvegből és acélból. Kényünk kedvünk szerint átszeltük az óceánokat. És meghódítottuk az eget is. In the skies. Korábban 7 milliárdan voltunk, most már 8-an vagyunk. Mi nem az alagutakban töltött életre születtünk. Én arra születtem, hogy friss levegőt lélegezzek be, és emlékszem rá. Itt jött be a robbanás, itt robbant fel a mindenség is. Csóri, mindenki menekül le a metróba, aki tudott. Úgyhogy még azoknak volt szerencséje, akik a metróba mentek le. Úgyhogy a srácok, valamilyen atomrobbanásos izé van. Tudjátok, hova kell menetek. Úgyhogy én meghalok, mert nálunk nincs metró. Úgyhogy ha véletlenül ilyen bekövetkezik, akkor ne keressenek, okay? Ha nem láttátok a Ne Nézz Fel filmet, akkor... Nem ajánlom azt a filmet, mert szar amúgy. Engem fölbaszott, de amúgy... Igen. At least that's what my brothers in arms from the order believe. Basically there was no hope for us. Alapvetően már a kezdetektől nem volt számunkra remény. Mégis mi emberek nagyon rosszul kezeljük a feladást. We tried to make the best of what we had. Megpróbáltuk mindent kihozni abból, amink volt. Összefogtuk, hogy a közös otthonunkát tegyük a metró. Jó, nem így. It might well be the only place left on earth for humans to live. Valami kenőt hozzá nekem, valami zsírt. A jó pornó ott van. Amivel bekenyhetem itt a dolgokat. Zsíros legyen, kenjen, izé, menjen, csúszod. Libamáj, dehogy is libamáj, valami vazelin vagy valami ilyesmire gondol. Hogyan fogom berakni neked este makat? In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it. Our numbers dwindling by the day. Ott vannak a kutyuskák. Itt most Artyom elmeséli, hogy what the fuck, mi történt. Én emlékszem, hogy jobb életre születtünk, és nem akarom elfogadni, hogy a sorsom szerint a föld alatt öregedjek és halljak meg. Nem érdekel, ha időkodának nevezem, amíg a régi világ egyetlen töredéke létezik oda, akit meg kell találnom. Schlitzert? Hát az feltöri a szám, úristen! Aztán fognak csepegni a récseppek. Between endless years of hopeless existence, a reménytelen lét végtelen évei és a remény egyetlen pillanata közül a reményt kell választanom. Meg kell találnom azt a jelet. Baszki, 2019-es játék, már eltelt azóta 4 év. Hát beszarszom úgy, kurva gyorsan megy a idő. Szóval 4 éve játszottam ebből a játékkal. Még PS4-en, azt hiszem. Bassza meg, az kurva rég volt. Hát kurva rég volt az a 4 év.
Na, odafigyelj! Nagy havazási van, ugye mindenki van pusztítva. És milyen jó, hogy most nyomtuk végig a előző kettő metrót, és akkor így most mindenki ott vannak a Nazgulok. Ugye, aki még mindig nem tudná, azt tegye fel a kezét, elmagyarázom, mi az a Nazgul. Na, de legalább most valami normális minőségben fogom látni a játékot. Srácok, tudjátok mi a feladat, ha véletlenül hangos lenne a játék hozzám képest, vagy valami szexuális tartalmat látok a képernyőn, akkor kiabálj! Jó, a szexuális tartalmat azt hagyjátok a picsából, az itt van, úgyhogy... Fú, erős lesz ez a Dolby digitális, térhangzásos, megzexuális, fülzexuális... Jaj, Nicolettus, milyen volt a lány búcsú? Hello! Pasi hasáról gyümölcs evés volt? Vagy libamájára bekenyés után lenyelás? Valami ilyen valami? Mondjál nekem valami pervert. Fú, veri sötét van. Igen, van egy háti tatyónk, very good. Azt a kutya, azt a kurva, de jól néz ki. Fasz meg. Fú. Az mi ez a 0-0-0? Ott az őrben vagyunk, hogy ott a valami, igen, mi az egy perc? Ja, hogy annyi szűr, fú, a szenzi az katasztrófa. Az nagyon kaka, azon mindjárt itt gyorsítunk. Irányítás, egér. Így, és mi akartam valamit. Talán a videó... Na legalább itt lássátok, hogy Vasis here. Ja, amit még megint nem látok, az, hogy... csíkozódik-e a kép, az meg nem hoztam ide a kurva tabomat se, az meg. Hát ez főkészületlen streamer vagyok. Bassza meg. Nicolettus meg itt sincs, vagy éppen írja, hogy milyen szexuális dolgok történtek vele. Szevasz Alexovics. Máma orosz játékkal játszunk, úgyhogy most eldöntöttem, hogy mindenkit oroszul fog hírni, oké? Okay? Várját, lejár izén, bazd meg, Alexovics. Most is látszok, hogy ilyen főkészületlen vagyok. Máshol jár a agyam. És... ez van. Várjatok. Aztán meg kell nézni, hogy itt minden jó-e, mert... YouTube-ra normális tartalmat kell fölrakni. A felvétel az igen. Az be van, Alex, az páratlan. Úgyhogy az be van kapcsolva, kérlek szépen. Hoppá. Itt volt hang. Na! Muti papának, hogy csíkozódunk-e? Szerintem nem. Úgyhogy very good. F? Ó, van lámpa. Azonnal szörnyecskék. Sziasztok, koponyák! Hello! Igen. Jó, itt nincs semmi ammo. Szóval, mi a fasz? Úristen! Mi volt ez a hang? Hosszan. Tart hosszan elbetűt. Még minden a patka. Hát még a szénzin még lehet, hogy még mindig dobok rá majd kettőt. L-t a pókháló. Na, L. Legjobb. Legjobb gombra van rakva, nem is kell nagyot nyúlnom a elbetűhöz, hogy elérjem. Konkrétan kifasadódik a ujjam. Nicolettus! Mi ez? Miért mindent hosszan kell? Úgy, hogy automatikusan betároz. Aha. Jó, ez ilyen sotimoti amúgy. Hú, a hangok azok nagyon brutálisak. Már most mondom. Zoya Francia azt mondja, hogy behajíthass.
ihányítás, és még ez a mély baszak kettőt, meg kurva lassú a szenzi. Na, most már talán jól haladunk. És még egyet elnézést, srácok, egy, mindig ilyen a játék eleje, hogy itt irányítás, egér, faszom, billentyűzet, fegyverek, öngyújtó kell nekem. Öngyújtó, ide. Na. Ha, te mocskos diszk. Kiröhög, bazd meg. Fú, minden van a képernyőn. Pók mászik rajtam. Persze, egyáltalán mi a tököm ez? Ott valaki menj. Elnézést! Valaki itt van bent? Azt a barajuszki! Fúj. Baszki, mindenhol pók van, baszki. Ha Marika néni nem jár ide póktalanítani, pókhállóz. Jézus úristen! Oké, picit élethűbbek amúgy ezek a szörnyek. Picit élethűbbek. Azt a kutya fáját, oda nézd, milyen szemecskéje van neki Gyurinak. Hát Gyuri! Milyen szemed van, Gyuri? Az úgy, oda kentem a falhoz, Gyurit. Ez itt erre egy könyvecske, ez egy napló. Yes. Augusztus 11, megérkeztünk, eddig minden rendben, csak néhány patkánnyal találkoztunk, a srácok lepakolnak a kocsiról. Nincs elég emberünk, hogy... Jó, oké, ezt majd... Majd. Soha. Opa, kis patkánkák, amúgy a patkánkákból vannak azok a nagy patkánkák? Vagy az mi a... Az mi a... Hello? Gyere, Gyuri! Gyurika! Ugor nekem, gyere! Élem te! Faszom. Semmi baj. Nyomtam magam bacillpirint, úgyhogy minden rendben van. Igaz, hogy nem kúpot nyomtam fel, így a hatása nem olyan gyors, de legalább valahogy magam megnyomtam. Nézd meg, Nicolettus itt hagyott. Megmutatta, hogy zé, itt van, és ezt eltűnik. Azt hittem, nem fogom megszólítani. Szörnyű. Szörnyűek ezek a nők, ha nem bírok velük amúgy. Na, dinamikus térhangzás van a fejemben, úgyhogy hallottalák, hogy itt volt ám pöcsfej. Kérem lehet használni. Mik ezek a hangok? Hú, itt valami nagy vonulások vannak. Éppen mennek a harcba. De lehet a kudarcba. Gyerünk, nyissad! Artyom! Jönnek! Ah, szembe! Szembe szereti ő is. Jó van akkor. Vaj, azt a kurva! Nyisz! Úristen, akciódúsabb most már most egész eleje, mint a egész 1-2. Vedd ki a bökőt, azt ott van a szájában. Jé, ez Artyom, úristen! Na most biztos nektek is kisült a fületek, baszki.
Szóval mi a helyzet? Visszajönnek? Figyelem, emberek! Itt van a hős! Éjszaka van az állomáson, ne aggódj, szóltam az orvosnak, már várják. Figyelj, hogy húzzák árnyomot. Ja nem, izé viszik, jó, azt hittem már húzzák a földön. Artyom már megint az egyik őrült kirándulásán járt. Szegény könyv túlsó robbanásba került. Na, ez ugye őrült kirándulásán járt, ez viszont benne van a könyvben, mert hogy Artyom nagyon eldöntötte, hogy Oroszországban nem csak azon a ponton ének túlélők, ahol ő van a metróban, hanem biztos valahol Franciaországban, vagy Amerikában, vagy valahol biztos, hogy túlélte valaki, és Artyom ennek próbált mindig utána járni. És ezért járt ki a felszínre. Friss adag spártai vért? Jó lesz az nekünk? Adjad be vénásan, testrészem! Ó, itt van Anna. Annovics. My sexy baby. Hello. Szia, baby. It's okay. The doctor said you'll be fine. Nem akarsz levetkőzni picit, mert amúgy fázok. Megmelegíthetni. Kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? Hát akkor nem jövök vissza. There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. El kell fogadnod, hogy mi maradtunk. There's only us. Körnöks! A műlábos néz meg, Miller. Stubborn fool! How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself. Hát Miller elég máshogy néz ki, mint eddig amúgy. But don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Konkrétan majdnem meg se ismertem a öreg Miller. The order is short on men after the battle for D6. But you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. Jó van. Már megint a kioktatás, megint a lebaszás. There's only Metro, nothing else. And the order is here to defend it. Because if not us, then who? De Artyom még mindig nem beszél. Úgyhogy... So, get ready to go. Az elég érdekes amúgy. We'll discuss your transfer to police. Come, we need to talk. We need to talk. I'll get the doctor. Ott áll a doktor mögötted, Anna. Please, promise me this was the last time. És mit fogunk csinálni később, Anna? Mit fogunk később? Jó napot, doktor úr. Artyom! We managed to bring you back from the brink, but people are giving you their blood, which could save so many wounded, and you bring it back irradiated. Don't you think that is unfair? Artyom leszarja, amúgy. Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. No. Akkor minden rendben van, doktor úr, mehetek a dolgomra? Oké. Okay. Valami történik. Nagy beírások vannak, Muti. Artyom Csorny született 2009. március 31-én, vércsoport ABRH pozitív felvétel. Ugyan már ez a harmadik alkalom, diagnózis sugárbetegség visszaesés. Egy állapot kb. 1,15 G adag, prognózis kedvező, kezelés, vérátömlesztés 0,5 K, 3/7, kálium jolit PO, ágyban fekvés, legalább egy évig nem mehet. Oké, okay, elnézést. Már mindjárt ott vagyok. Hát igen, tudjátok srácok, és ennek mi lesz a következménye, hogy ugye azt írt elő orvos, hogy nem mehetnék egy évet a felszínre. És mi lesz a következménye annak, hogy én járkálok a felszínre, vajon? Hiába van rajtam maszk, meg ilyesmi, értitek? Jó, akkor erre. Sziasztok, hello, csókolom. Finom volt a kókuszgolyó. Kiléptem a rendből, és most senki nem dönthet felettem, és ami Artyomot illeti, pont ilyenkor megyünk be. Persze. Oh,
I can't believe my eyes. Artyom, you're all right. You gave us a scare, brother. Megijesztettél minket, testvér. How are you, friend? I see you're all right. This calls for a celebration. Artyom, few more scars and you will be completely irresistible to everyone. Hallod? Az rá emberi arcok is jobban néznek ki már ebbe a játékba. Na, mindenki hogy szeret engem nézni. Alright, you're all dismissed. I give you 2 hours, people. Yeah! Oh, it's official. I knew it. You guys are like kids. So I brought something. And here we go again. Na, remélem annál a jó helyre megyünk ketten amúgy. Hold on, Artyom. Mert most így a felszín után azért rám férne egy kis cirúgatás. Egy héttel később. Hát, ez túl sok idő. Azt hittem, hogy mindegy. És Artyom egy héttel később már megint kint van a felszínen, és rádiójelet próbál keresni. And? More of nothing? Artyom, the only thing I can hear is that Geiger counter ticking. Próbál kapcsolatot teremteni ugye a túlélőkkel, akik szerint vannak. Akkor lehet, hogy aztán tényleg van valami közelkönyvhöz. De Anna nem járt ki vele amúgy ezekre a expedíciókra. És Artyom akkor is járt ki. És felment mindig legmagasabb torony tetejére, és ott próbált mindig rádiójelet kapni. Téve, cseréljük a szűrőt. Excess sugárzás? Hát nekem már mindegy, drágám. Pumpa? Azaz? See all the destruction, and Moscow had the best anti-air defense. Egészen, ha most így néz ki, képzeld, hogyan néz ki a világ többi része. Egyszerűen nincs mód arra, hogy bármilyen itt szörnyeken kívül. Azt, ahogy lecsúszott. Look, maybe you should come back to the order. We'll move to Polis. Dad says he'll arrange a flat. Apa azt mondta, hogy szerez nekünk egy lakást. Because if not us, nem nekünk, akkor kinek? A flat. Egy lakás, konyhával és egy zuhanyzóval. Let's go in turns here. Menjünk felváltva. Nem elég stabil. Ki fog leszakadni? Jó, nem én. Baszki, olyat ugrok, mint hogyha valami... Gravity be lenne kapcsolva, komolyan. Még nem hallottam semmit. Azt mondja, fú, hallod ezt? Hát még nem hallottam. Pedig eléggé dinamikus a izé, hang. Na mit vettél, Maka? Mit vásáltál be? Amúgy a lövészet az ilyen 80%-kal jobb, mint a előző metróban. Olyan, mint hogy most, mit tudom én, valami kosztorival lennél benne, olyan volt a lövészet, komolyan mondom. Jó, itt nincs semmi ke. Állítólag 144 FPS-be játszunk, srácok, mindjárt nézem. Na, nem bírja a gép a 144 FPS-t, akkor nem játszunk 144-be. Beszarszam úgy, semmi baj. Azért vegyél PlayStation 5-öt, akkor a PlayStation 5 meg a új Xbox biztos tudja a 144 FPS-t, ugye? Jó, Istenem. 720p biztos. Oda néz a szemes János. Hú,
hogyan néz ki amúgy? Kurva jól néz ki. Vettem egy Pringles, vettem egy csomag gumicukit, és vettem vajat. A vajat arra vetted, amire én gondolok, Maka? Megkenjük a lyukat körül. Jaj, szendvicse, bassza meg! Jó van akkor. Looks like that was all of them. Mehetünk? I'm glad they didn't notice us. That was a large pack. És már megint csak pofáznak, csak pofáznak. A fénykép módot aktiváltam előben, vagy ne, köszi szépen. A életben nem csinálok magamról képeket, nem ugye egy játékba. Anna, nem akarsz gyorsabban jönni? Amúgy szakad a hó, bazd meg. Szedd már csülkeit, gyerünk. Van, egy-kettő. Mit látszott? A cony. Azt a átpásztázást láttad? Mi lenne, semmi, menjünk. Mi lenne, hogyha ezt használnánk? Segítek én neked, baby, gyerünk, ugorj rá a... Ops! Ott is van. Mennyibe fogadunk, hogy most fognak engem megtámadni? Jó, akkor nem mondok semmit. Nem jönnek be itt a jósataim, bassza meg. Egy 20 kilós nő főhúzott egy 80 kilós férfit. Mint a Resident Evil 5-ben, ugye? Rádióra? Jó van. Én úgyse beszélek. Vonat, baszd meg! És ezt eddig nem vettük észre, pedig itt élünk már nem tudom hány éve, és mi nem vettük észre, hogy itt vonat megy. Á, de hogy... Hát hova megy? Megy a vonat? Hát majd derítsük ki, gyere. Gyere, Anna. Kíváncsiak, hogy valaki észrevette ezt a vonatot, vagy most mi feleztük fel amúgy, hogy van egy vonat, ami megy. Ez nem a rend volt, hello? Most el lettünk kapva, baszki. What the fuck? You should have checked first, assholes. Artyom, thank God. These people, they're Hansa, not the Hansa order. Hansa, azt a nem a rendszer, seggfejek. They did a number. Jó helyben hagytak, nos, apa majd lerendezi őket. Dad will rip them a new one for that. What's going on in this Moscow of yours, anyways? Hát, ez ki a faszom? You're putting this like you're not from here. Minden, nem ide valóság tenni. Nem is a falunk körülbelül 200 kilométerre találtak. Milyen falu? Ti nem Moszkvából érkeztetek? Azért érkeztünk ide, hogy megkeressük a fiú apját, aki egy év ezelőtt indult a Moszkvába, és soha nem tért vissza, aztán itt ezek elkapnak minket. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Miért ne lenne? Persze sok rossz hely van és szörny is környéken, de így is boldogunk. But we still get by. Artyom, you're right. Artyom, igazad volt, tényleg ilyenek odakint emberek. Na, akkor amúgy tényleg van köze a könyvhöz, picit. Nem tudtuk, azt hittük, mi vagyunk az egyetlen túlélők. Istenem, az egész metrónak el fogjuk mesélni. Mert amúgy tényleg van ilyen a könyvben, hogy így találkozik, de csak Artyom. Annáról szó sincs amúgy. De így biztos érdekesebb a sztori. Amikor ma a címet írtam, és azon gondolkoztam, hogy mi legyen a cím, nem éppen erre gondoltam, hogy Artyom meghal és föléled, de amúgy ez 200 ület volna, hogyha ez tényleg így lenne. És már megint haldoklunk.
ez a folyamatos haldoklás készítem úgy. Ott a gázmaszk, add ide, ott van a bácsin. Ártyomnak már mindegy, srácok, teljesen. Én már annyi ilyet belélegzett, fertőzött levegőt, hogy... Ennek már úgyis rip. A fegyverem azt gondolom nincs nálam. Ott van egy kis élet, oda néz. Na, ez a szuriz meg magad. Kuk. Totálisan rendbe gyűjtem. Minden rendben van. Jó, és most abban mit csináljuk? Boxolja? Jó, elmit. Kérdés, amire mindig megkapom a választ, nagyon szeretem. De még egy életet be kéne nyomnom magamba? Amúgy még tiszta véres a fejem. Lehet, hogy nem kell... Na, de, most már teljesen meggyógyultam, rendben van. Totálisan meg vagyok gyógyulva. De ezt, hogy mindenhova elbetűvel kell bemenni, baszki. Jobban tetszett, amikor csak simán legugoltam és bementem. Oké, de már nem kell a maszk. És most ez a buksi, ez itt csicsikál, vagy kapta? Őha. Kurva szépen néz ki, vagy. Jé, van itt valaki. Jaj, a kávémról megfelelkeztem, baszki, megcsináltam a kávémról, és most meg elfelejtettem inni. Ez valaki dumcsizott. Most nincs nálunk semmi fegyver, meg semmi ilyesmi, úgyhogy óvatosan. A csöndes gyilkos Zoltár, úristen, hello, szti... Ne, nézze, itt fordítsák a vonatot meg! What the here? Na ezt a vonatot én viszem haza magamnak! Beparkolok a garázs elé, és én leszek a nagymenő Moszkvába. Tudja, hogy ellopjuk. Az a én vonatom lesz. Úgy lövik le embereket, mint a kutyákat. Dugját kell cellába, időre van szüksége, hogy lenyugodjon a kis szemétnek. Jermák, oda néz. És figyelj ide, ha kijössz innen, nem fogjuk még egyszer eltűnni ezt a szart, értetted? Szavasz, Jermák. What can I do? Where are you? Ne, hülye vagy, hát én vagyok az Artyom, ember vagyok, hello. Oh my god. It's you she's been screaming about. Alive. You came for her. Ahhoz képes, hogy meg van öregedve a csávó, úgy totál jó állapot. Én nekem már most több karika van a szemem alatt, mint a csávónak. Jermáknak. Jermákovicsnak. Szóval már mindenkit orosz néven hívok, úgyhogy Alexovics, Makovics. Let's go. Oda kell rakni mindenkihez, hogy Ovics, és akkor ma oroszok vagytok.
Lekapcsolom az áramot. What is happening? De most hova megyünk, Ermák? Arra? Oké. Okay. Igen, igen, látom a létrát ott. Try sneaking to it now. Oké, oda plopakodok a létrához. Megyek, megyek már. Ermák, is that you? What are you mumbling? Come here and help me fix this. Yes, sir. Got me already. Ermák, ez egy... Izé, szerelő. Szehel úristen, ja, jó, oké, meg vagyok. Van egy kérdése nekik. Mi? Itt biztonságos, úgy értem, ebben a hangárban? Most nem, nem tudom, kire figyeljek, baszki. Semmi baj? Hogy ne menne csendbe, adjál valami izét, bökőt nekem? Adott, adott bökőt? Azt mondta, hogy végeznem kell vele. Azt mondja, hogy... E? Nem kell nekünk bekő. Oké, lekapcsoltam. Jermák, gyerünk, kapcsolt ki. Kapcsolt, nyisd ki nekem. Amúgy ez a jelenet, ez picit hasonlít a kettesben lévő jelenetre. Ott, ott is volt egy ilyen rész, ugye ott a Buddy rész. Wait a moment. He's looking this way, and we need to get to that door. Okay, gyerünk, menjél arra! Vagyis én arra nézek. Na mi a Jermák? Try distracting him. Look, there's some garbage around. Throw some. De milyen szemét van arra? This is trouble. De hülye vagy? Hát a... Bazd meg. Jermák! Olyan pofonyt kapsz, Jermák, hogy beszarsz. Hát azt mutogatta nekem, hogy arra menjek, baszki. Hát így mutogatni egy embert, mert nem látta. Wait, wait a moment. Jobb, mint egy karmester. Wait. Várjuk. He's looking this way, and we need to get to that door. Try distracting him. Look, there's some garbage around. Throw some. Jó, van itt valami személy... Ó! Oh! Jó, most már értem! Now throw it! De hol dobjam, Jermák? Úgy előre, csak úgy. I hope the noise distracts him. Well done! Let's go! Come! Gyere már, Jermák! Úristen, mi az a mozgás? Hát olyan, mint hogyha egy faszának ki a seggedből, baszki. Oké, okay, mert... Go through! Come on! Sok sikert! Hű, azt a posztert! Azonnal vinném haza magamnak. Az ilyen posztert nagy pénzekért lehet venni a metróba, csak mondom. 86-os, oda nézzé. Apám, kinyírt titeket a faszba! De azért a nőt el kellett bökni. Iha! Ne hangoskodjunk, Artyom! Ne hangoskodjál! Ó, kicsikém! Gyere ide csókra! Mit csinálsz, asszonya? Te mocskos! Úristen, ne megölöm! Add ide azt a fegyvert! De miért nem lőhetek már megint? Ne mozogjál! Pofonyok ki lesznek osztva azonnal! Anna, figyelj ide! Megmozdul, lőd le a faszba, oké? Okay? Vetted? Meghatározza, hogy Moszkva bárkit is meghalljon, és hogy ők se a franc... Állj, srácok! Én eddig totál abban a tévhitben voltam, hogy ez a játék totálisan nem a 3-as metróról íródott.
Mert ugye én arra gondoltam, hogy vonat van benne, minden, de most már annyira előre ugrottunk a sztoriba, így a játék első 50 percébe, hogy ez a jelenet, hogy szétlőttük ezt az egész berendezést, ami ugye meggátolta azt, hogy Moszkvából kimenjen jel, és így megtudják, hogy vannak túlélők Moszkván kívül is, ez a könyvnek a legvége, vagyis a vége felé volt a könyvbe. Úgyhogy érdekes. De igen. Igen, és ez is volt, hogy a golyó megállította, amit az a dögcédula megállította a golyót. Úgyhogy van benne a könyvből is, tehát igen. Do you hear that, Artyom? Szóval ők eddig mind végig tudták, hogy van élet Moszkván kívül is. Nem csak Oroszországban, így van. Az egész világ ott, ahol mindenhol zöld jeleskék vannak, Európa is teljesen világít. Amerika is, pár hely, Afrika. Nikolettovics, így kell mondanom. Nikolettovics. Ezt nehéz kimondani, de most mindenki ilyen nevet kap tőlem. Adjál adon azt a fegyverstukkert. Úristen. Very good, köszi. You have to go sneak through the courtyard. Take the door the guards are coming through. Here, quick! Let's go! Who are you? Andrei Ivanovich Yermek, the train engineer. Most pedig futás! Csak menjetek a hangárba, aztán Isten úgy akarja, kiviszlek innen benneteket. Oké! Okay. Bírom ezt a Yermakot integetéseivel úgy. Majd később elmesélem. I see the enemy. Látok egy kurva jó amúgy, hogy látod. Már megint bakot akarod? Á. Ezt már másodszor mondja, ugye ezt a mondatot. Az órás fényjelzője világít, ha jól látható vagy az ellenségeid számára. Ne kapcsolod be a zseblámpát sem, mert végén észrevesznek. Rendben van, Anna drága. De ezért, hogyha hazamegyünk, akkor meg leszel vágva. Elnézést. Petrom, megpróbál felezni. Micsoda? Oké. Okay. Kérkem, hogy hangtompítóstuk. Három töltény van benne? Hát a legjobb. Legjobb vidis vagy, ez itt mi a fasz? Na, ez szaroda, srácok. Ez szaroda. Ez olyan, kérlek szépen. Ugye itt lehet pisire is használni ezt a helyet, de kakira is. Szóval ide ráálltál, hogyha ment a hugyi-mugyi. De hogyha éppen nagy vécézet kellett, akkor megfordult. De hogyan vettek észre, baszk? Vagy nem vettek észre? De elbaszódok. Hát mutattam a nézőknek a szarodát. Hát én leszopom magam. Kezdődik a hülyeség. Tudom javítani a gázállalatot. Mi a herek? Basztam rá egy része, baszki. Kurva jó, beragasztottam, baszki. Az baj, hogy nem látok enemit? Az amúgy nagy baj. Kurvára nem látom, hogy lehet enemit. Ennyi? Az a baj. Van baj. Viszont bazd meg a pisztolylövések. Azok eszméletlen jók. Az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik.
De ez, hogy külön gombbal kell kivenni a töltényt, az már nem annyira. Ez ugyan a fegyver, mint elnyém, nem baj. Jó, hát sokszor el fogjuk játszani. Bazd meg a szá... Ja, semmi baj. Meg kell szoknom még ezt a fajta cuccot, mert ez tényleg, hogy hosszan kell tartani a R betűt, bazd meg, hogy ezért kivedd a cuccokat, ez kurva idegesítő. Na, ha lehet, hogy úgy kell próbálni, hogy ne vegyenek észre, nem? Az az egzuális lenne. Micsa, most fedezel? Ragasz be, Artyom, mert itt megfull a dolog. Eszméletlenek a hangok, én összeszarom magam, amikor lövök amúgy, komolyan mondom. Ja, amúgy ki tudod venni a lőszert a hátizsákból, de még a fegyverből külön tudod kivenni, hogyha a ember fegyveréből külön ki tudod venni a töltényt. Az igen. Értem már. Na, így van, senki se lát. Jaj, de jó, hogy van a hitmarker is. Uaaah, de jó! Ez a lövöldözés, ez ilyen 800%-ot fejlődött előző képest, komolyan mondom. Kurva jó. Nagyon tetszik. És tényleg jó így, hogy végigjátszottuk egy-kettőt, mert így van viszonyítási alapon. Már egy másik dolog, hogy mindig fel fogom venni az ugyanazokat a fegyvereket, de semmi baj. Váltsa a pozíciót! Át tudnánk törni, Artyom, ott a hangár! Ez már mindjárt Anna. És hogyha tényleg fejből öl, akkor fejből öl, akkor megdöglik. Nem szórakoznak. Húva jól meg van csinálva itt a levelezés. Nagyon tetszik! Ki a fasz levelezik még mindig? Az van fönt, ez a Valhere, nézd meg. Srácok, nem hangos a játék? Minden rendben van? Mindenki hall mindent jól. Nincs ám probléma. Hogyha lövök, például beszélek. Most elpazarultam kb. 5 golyót amúgy. Minden rendben. Jó van akkor. Csodás munka. Letörjük a ó, barátom, a medve sajt. Ali, de papálok ezt a fegyvert, kecit, van egy dotszájt. Az mi? Ezen most... A szangtompító volt, nem? Mindegy, már csak egy töltényem van benne. Ez van egy kis napló, naplonszki. Dobókések ugyanúgy a tabbatok változtat? No. C-vel választom ki.
Hoppá! Úristen, mi ez a dobókés, te? Hupszi nyupszi! Ott is van. De azért észrevettek, de hogy? Hogy vettenek észre szemetek? Gázmaszkjál, semmi baj. Gázmaszkjál, ezt akartam mondani. Csssst. Hova futol? Kapta. Itt hogy hozom elő a térképet? Van olyan? Várjál, mert jön valaki. Ne bassza meg! De sokkal gyorsabban meghalsz, mint előzőekbe. Ahogy elkezdesz vérezni, már itt ennek egy kaput. Caputo. Bassza olasz. Tell me why. Sure, it's the outside gate, so it could only be watchmen. What if it's the attackers? I would say that Mr. Shalat may turn base. We don't have to worry. You say so. Still, this is suspicious. Shh. Me boy, back to the balloon. Redeploy to the generator room. Csöndes gyilkosság, úristen, baj van. Akkor ennyi volt a csöndes gyilkosság.hu. Próbáltam kilőni a lámpát, ami nem sikerült. Azt mondta, hogy all clear. Jó, akkor nekem ez így megfelel. Olyan, hogy térképünk van? Hát nem tudom elővenni. Artyom, get to Yermak! És honnan a pék faszából tudjam, hol van Yermak? Te Yermak! Lehet, le se kellett volna másznom a létrád. Let's sprint to Yermak, Artyom! Rendben, Anna, de hát nem tudom, hogy hol... Hogy a basszalak meg? Mi? Jó, akkor nem lehet leugrani csak úgy ilyen helyekről, srácok. Mert az fájni fog a testjednek. Pedig amúgy azt hittem, nem fog nagyot esni. Én értem, baby, mindjárt ott vagyok, de nem tudom, hogy hova kell vennem, Yermak. Itt vagyok, meg vagyok Yermak, hello. Are you all right? I'm fine, thank you. Na és akkor lopjuk el a vonatot, én azt mondom. We don't have much time. They'll be back. I'll go to the engine. It should be ready now. You go up there and switch the turntable mechanism on. Eltekerem. Mennyi ma, azt mondja, mennyi ma? Anna, szedd már a csípőjédet fölfelé. This is enemy! Ugorva lőttem, nem mint. Hello! Medic!
Ezt mindenki döntse el saját magának, srácok, hogy itt most mi történt. Anna, állják ki a képből, légy szíves, bazd meg. Hát éppen próbálom mutatni, milyen bug... Hát, Anna, légy szíves. Artyom, we're running out of time. Megpihent a katona, néz. És még odaállt háttal neki, érted? Beszarsz. Ja, Istenem. Riadó, riadó! Hát meg baj van. Azokat fölrobbannak szerintetek. Azt a jó büdös kurva életben, hogy ilyen hamar meg lehet halni ebbe a játékba. Mindig kémleled elget, mert hogy te nem vigyázol, hogy a repülő démon szájba seggel. Megmozdult. Csinálom már, de nem kell parancsolgatni. Vajon azok fölök pukkadnak? Igen, akkor jó hülyék, hogy az mögött bújkálnak. Vagy te? Oké, mégis. Ne engedj el, Artyom! Hát majd meglátod, milyen heves lesz a dolog. Kézi meghajtó. Úristen! Az meg a szá... nem hiszem el. Kézi meghajtó, hát én életemért küzdök. Ha milyen bufferencet a csávó? Még ilyet is lehet ebben a játékban, én is tudok. Hol a faszomba? Ja itt? Hát már százszor ide jöttem el amúgy. Ez kettő enveres munka. Just a little bit. Just a little bit of funny. Futás, lopjuk a vonatot. Csókot adjál be épi nekem. Itt a nagy harcok van a mat. Jó, akkor majd később. Parittyázolak meg. Úristen, vonatozunk! Hogy fog ennek örülni a papa? Úgy érzem, a vonat szerelőnket mindjárt lelőjük a faszba. Van egy olyan érzésem, hogy ennyi volt a szerelem. Ne basszák, hogy megint elfogtak. Hát ilyen nincs. A szerelés most te is megkapod a maga nélt. Dad! Guys! It's us! Help us! What are you doing here? Colonel Litwell mean court martial for all of you. All right, everyone, shut up! I can't believe this. Just can't. Shit! Ezek most jöttek rá, hogy mi vagyunk azok, most komolyan. You're working for them? The bastards shot Artyom! Be quiet! How did you end up here? It doesn't matter. You have no idea what you just stuck your heads in. We've no moves left. Hansa can't take this lying down. Shit, the watchers won't let No, him. I won't be quiet. What is this jammer for? Why are they hiding the fact that Moscow didn't survive alone? Miért titkolják, hogy Moszkva nem maradt egyedül? There are people from other cities dead. All Everyone of them, women, children. Mindenki pofa be, majd később elmeséljek mindent.
Hát igen, Anna Fatale mindenről is tudott. What's going on out there? Down this road. The road is fine. At least until 100 click mark. Is there a safe place to stop nearby? Of course. We have to make haste though. They called the cruiser. Right, gentlemen. Artyom and Anna have just made a huge mess. And I can't go back to Moscow now. The wartime legislation dictates they'd be killed. In any case, I have to get them out of town until it all blows over. És szóval azért, mert most hatalmas zűrt okoztunk, ezért el kell hagynunk Moszkvát. It's not my call until now. Misunderstanding. I'll fight for the guys no matter what. Of course, Artyom, Anna, they are with us. The order leaves no one behind. All right, Spartans. Throw these overboard and full steam ahead. Come with me, Artyom. Let's catch them there. I'm so glad the boys supported us. It looks like my father didn't say a word to them about this either. We spent 20 years in Metro, thinking the rest of the world was magyaráztam már mióta. But they just circled Moscow with those jammers, and we were none the wiser. How perfect of them! Hát ugye Artyom ezt bizonygatta már mióta, de hiába beszélt Anna apjának, mert ő tudta, tudta, hogy Artyomnak igaza van, de mégse mondhatta neki el, hogy igazad van, baszki, és hülyének nézték. Szavasz, Tibi, hello, csöcsi. És most teljesen egy új fejezet nyitódik nekik a történetben, mert ugye eddig Moszkvába értek évek. Úristen! A gonosz vonat, nézd meg! Meg, megjött a polícia. Úristen, olyan hangok vannak a játékban, hogy összeszarod magad. What the fuck? Fuck me, that's some armor. And look at all the machine guns. Brutál, brutál hangja van ennek a játékban. Olyan jó hang design. Van ide azt a puskát, te kell légy szíves, te van ott? Just a scratch. Mi jó, hogy nem a vizen megyünk. Ah, finally some good sense. Now, keep writing to a stop. But grenades will barely scratch their paint, so... Hát a granátok azok nem karcolnának meg semmit, ez biztos. Kérem, hadd csinálj, mi rezidens úgy. Én jelölöm ki az önkénteseket, Artyom fogja csinálni. Hát ez gyorsan kielült engemet. Nem gondolkozott sokat. Ő kezdte, egész jobb, ha te is valamit teszel valamit ellene. Amit lassítjuk, ugorját. Na bazd meg. Én vagyok föláldozható. Na, 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 azt már, add ide nekem, papának add ide, mi az, bonszunk, Betty, bazd meg. Fullba tele vagyok mindennel is. Me? A traitor? You tell me, where do you take that traitor? Hova kell itt menni? So the verdict has already been passed. We won't even see a trial. Cut amúgy durva, csak mondom, bazd meg, hogy ennél a jelenetné 38 vannál, srácok, 115-re leskedt. We have spilled our blood for the cause. You sold out and destroyed us, and you? I have been a soldier my whole life. I have dedicated my life to my people, my country. But I'll be damned if I give it to parasites like you. Hey, 1440p ultra, az oké, az rendben van, de akkor is. Ölünk. Mindig csak ölünk, srácok. A bad endingre hajtunk mindig. Én ott fiú vagyok. Itt szeretek. PUBG 3-os is, aki itt is megvan. Oh, no.
Várj, de hogyha izé... Segbe lövöm. Van itt valami ember még? What? Érted. Jó, ezt ki kellett próbálnom, srácok, hogy mi van. Konkrétan ti is láttátok, hogy mi a fasz történt. Kb. Egy méterről lőttem fejbe a csávót. Hangtompítós kispisztoly konkrétan meg se érezte. Az úgy igen. Golyó álló a csávó fullba. Mert izé volt rajta a level 3-os PUBG sisak. Ez volt itt a probléma. Jó, a izéje is golyóálló, bazd meg. A mindene is golyóálló! You motherfucker! Now you've got it! You motherfucker! Nem. Az soha nem sikerül hápni. Én nem vagyok a lopakodás mestere. Én inkább lövök. Lövök és ölök. Senki nem vesz észre, hogy itten közlekedek amúgy? Semmi baj. Semmi baj, ez a raktapasz itt a bal oldalon, a sisakomon, ez végtelenül jól néz ki, kurva tudom. Hello! Hát ilyen van. Ilyen van. Azt most főrakták ezért? Nem, micsoda, mit mondtál? Várják ezt, szűrőcserélem. Az úgy ugrott egyet. Hú, ezen van a reflex sight, viszem. Viszem! Ártyom egy akcióhő. Mozog a fegyver. Csak így nézzetek rá erre emberre, jó? Baszki, beszartok. Öcsi, kurva jól néz ki, baszki. Vége van. Lehet, hogy fölrakta a kezét, de hát érteni. Ilyenkor már lerak fel a kezed, bazd meg. Mindenki barna szemű katona. Mondom én. Mindenki barna szemű is. Egy kék szemű sincs közöttük, baszki. Akkor lőjé, jó van akkor. Te csak munkás vagy, persze. Na jó, akkor bedobjuk a bombát. És itt sem vagyok. Uti! Hát ezt ugye mellettünk berobban, ebből baj lesz. Csúszik! Ez be fog robbanni meg. Gyúk, hello gyúk. Valamit kurva gyorsan kéne kellene csinálni, hello. Jó van akkor, így dolgozottunk. És úgy, hogy berobbant a vonat, majdnem lelőzött minket. És eszembe jutott a visszajövőben a harmadik része. Jaj, de mekkora szerelem. Úristen, leesett a kazunkba, az meg.
Now we are not just traitors. We are honest to God enemy saboteurs. We stopped 100 clicks from Moscow to check our Geiger counters. Nikolettus, drága arany bogaram, itt vagy már? Így másfél óra után? Hozzád szólok most. Arany Lilios 3. We are at a crossroads, so to speak, where everybody can help but wonder. What next? Where do we go from here? Azt meg ott ül a izé. Yes. Ott sütteti a picsáját, mert meg beszarsz. But you got the picture. Na basszú, beszarok. Is your counter functioning? Have you checked it? Yes, it's all green. Double checked it. Stepan's in the green too. We don't need masks here. So, they were telling the truth. Who was telling the truth? Why won't you answer? Who were those people trying to kill us? Why would they shoot at you, the Order's commander? Explain something, at least you owe us that! Well, I might as well drop the bomb now. Nincs is szükségünk maszkra, baszke, mondja, ez beszarás. What do you mean, did not end? Let me finish. Most of our cities are a legtöbb városunk megsemmisült, az ország többi része valószínűleg ellenséges megszállás alatt van. Hogy elkerüljük a további nukleáris támadásokat, a parancsnokság az egyetlen életképes megoldás választotta, tettessük hallottan magunkat. Rádiósend biztosítása érdekében létrehozták a PAIS rendszert, egy jelzavaró hálózatot, amely lefette Moszkvát, hogy néhány rádiórajongó ne hozhasson több bombát a fejünkre a sirálkozásával az éterben. És ezen jelzavaró közül kapcsolt ki egyet az itt jelen lévő közül valaki. És ezt nem tudtad volna korábban elmondani? Mondjuk mielőtt Artyom felszínre viszi a rádió és nem kap akkor a sugárfertőzést? Nem, csak fél éve tájékoztattak, szigorú, ha beszélsz, meghalsz. Szabály mellett, aztán azt kellett mondanom az embereinek, hogy egy meteorológia állomást biztosítunk. Ahelyett, hogy folytatnál ezt a csendes rosszallulásodat, előzd a rádiót, mostanra már ki kellett kerülnék a zavarási tartományból, szóval adj bele mindent, keres a adásokat a bárkáról. Bárkáról. The Bark. Do you understand now why we're traitors in the eyes of command? We shut down a jamming station. Na, szóval most már fogunk tudni használni rádiót. Who even needs a trial when the case is so clear? There's no way back now. Which means we have to continue moving forward. Command, what are you talking about? The Moscow Defense Command. Have you ever heard of the Invisible Watchers? I have, but they're just an urban legend. Ami jól lenne, hogyha Anna és Miller nem itt pofázna a jobb fülembe, amúgy a kúr idegesítő. Minden meg fogsz érteni, hogy jó? Picit! Do you think finding that ark of yours is going to fix everything? I do not. But if you have a better idea, then go ahead. Oké, lófasz nem találtam amúgy. I do. We have to find a kurva életben. Artyom, kap... Artyom, gyere ki a rádióba, menj oda, adjál két pofont ennek emberek, már beszarok tőlük. Itt nem lehet dolgozni. I say, we solve our problems before moving on to saving all Moscow. All right? How is it going, megvan, Artyom? Megvan. Found it yet? Figyelj, itt a különleges helyreállítási biztonsági... Mindenki, aki hall engem, mindenki, aki még hűséges az ügy iránt, menjenek a gyülekezőpontra. 18-17-18-5 zónában található gyülekezőpont. Listen everyone! Aki valaha látott, srácok, valami posztapokaliptikus filmet, akár zombi apokalipszis, meg stb. Stb. Azt tudjátok, akár Resident Evil, akár Én a legenda vagyok, akár a bármelyik filmben, mi volt, amikor valaki rádióadást
vagy a Walking Dead például, hogy az általában mindig egy csapda. The Ark Project is a whole city underground. Enormous stores, machines, the best experts. It is the Commander General's HQ. All of the country's leaders are there. They have already started the restoration work. We will tell them that Moscow is alive. Elmondjuk neki, hogy Moszkva ilyen van. Nem volt minden felesleges. Everything will change. Everything. Do you get it? A new life is starting. Na ne basszál fel, eddig ezt pofáztam. Are there any single women in that place? Great reaction. So I think the moment most Artyom szólalt, meg most komolyan azt hallottam? Idiótának apostrofálva. You think I'm deaf or what? Ah, that. Just a moment. I thought my ears were deceiving me. It's not a short trip to the Urals. Urálba. Így azt hiszem kényelembe kellene helyezni magunkat. Let's name this bucket of bolts at the very least, eh? It's about time. Let's call her Anna and be done with it. Nah, go to hell. Even better. Oh, come How on. How about Aurora, the Roman goddess of dawn and a cruiser of you know what? That's better. Not bad. I like it. Szóval Aurora lesz a vonatnak a neve. Sounds okay, but a cruiser of what? Yeah, I'll tell you later. Looks like it's decided. Let's trip to Vigyunk az Aurorára! Hát nekem már elfogyott a borom, baszki. Hey, Artyom, let's take a look at that map. Alright, we had a round, that should be enough. Na, vessünk egy pillantást erre a térképre. Wow, that's some distance. I wonder how long it will take. Szóval Moszkvából kell eljutnunk ide. Folytatod az utás, vagy a vonat felfedezését is. Hogy megyünk, úristen! Na, felfedezzük a vonatot, srácok. Azt nézzétek meg. Na mi ez a táj? Hello! Metro! Hogy néz ki, baszki, ez a játék? És ilyenkor sajnálom, hogy ti csak 1080p-vel lássátok. Beszarsz. Beszarsz. Hát igen, édes a levegő. Ne is olyan érzésem van, mint hogy a vonaton mennék amúgy, beszarok amúgy. Ne is olyan érzésem van, mint hogy mennék a vonaton. Mármint így élőben, igazi. Nincs rekla, hogy ha. Megtörtént. Jó, és hol fogunk aludni ennyien? Nincs valami kabin? Hol fogom elvinni annál szexualizálni? Ez így nem lesz jó. Várta, menjünk a helyre, ahol kell. No. A Volga. A föld alatt töltött évek után a felszín levegő hihetetlenül frissnek, részegítőnek tűnt. De nem ez okozta a legénység eufóriáját. A utazásunknak végre határozott célt adott az uráli kormányból kerülő érkezőadás. Proszévig azt hittük, hogy sem a kormány, sem a katonai főparancsnokság nem maradt életben. Kiderült, hogy még léteznek. Merre voltak, amíg mi egymást haltunk fel a metróban? We were eating each other alive in the metro. Rengeteg kérdésünk lesz számukra, ha egyszer elérjük a Yamanta hegyet. Ha elérjük, baszki, nem tudok beszélni, bazd. The ruins of our country are under enemy control, according to Miller. Szerint országunk romjai ellenséges ellenőrzés alatt állnak, és át kell küzdeni magunkat a cégünk.
egy kis csapat megszálló seregek ellen. Mennyi az esélye, hogy sikerre jár, hogy válaszokat kapunk? Az a baj, hogy amíg olvasunk nektek, addig Artyom vagy ki a faszom, folyamatosan ugyanazt mondja a fejembe, és így nehéz hangsúlyozni. Úgy érzem, hogy megálló lesz jó napot. Igen, lefagyott már úgy, hogy gyere, meleg is fölre kell. Let's warm you up a little bit. So, what do you think our chances of getting to Yamantau alive are? It's the only thing on my father's mind. How to earn his forgiveness, get back to Metro and his old life, the life you had always been running from. And to think, hát igen, soha nem hittél nekem, pedig én mondtam. Oda nézd, milyen szép a naplemente. A közös naplemente. Anna, nézed a balra. By the way, we should be approaching the bridge soon. Damn it! A campfire! People! Húha, baj van! És már lőnek, érted? Nem is kérdik, hogy izé. Nem is kérdik, hogy what the fuck. Shots fired! Four bogies on a trolley! Öcsé, hogy néz ki ez a gép? Futólépés, gyerünk! El kellene mennem valószínűleg a hídra? Jó. Na igen, jó vagyok. De miért kiabál mindenki? Jó vagy, Artyom! Damn fog! Seems we ran through someone's roadblock. Who was it? Any uniforms? Valakinek áttöttük a bahikádját. Just some old farts. Pár vintrotty. It's just the perimeter. Bárki oda helyezhettek volna, mint nőket is, reggelt is. Even women and children. Do you really think we found them, Colonel? Well, we can't be sure. I was expecting to run into them much earlier. The trolley is headed towards the bridge. Some fortifications there. This looks peaceful. A village and a church on the water. Egy templom, egy víz. Aha. We need intel. Információm az, hogy tessék, Artyom, bejelöltem valamit a térképeden. Ó, most volt térkép, menj oda és tudj meg mindent, amit csak tudsz arról a hídról. Idá is lenne egy foglyot ejteni, Anna, te fedezőt. Köszi. No, until we figure out our situation, you're not to take a step away from the Aurora. These two can handle themselves just fine. Let's go, Artyom. You're back. When can you get the Aurora running again? I don't know yet. I gotta check on that cylinder, but a full day at least. I see. Get to it then. No. Mit azt nekem? Ne feledkezz meg a hátra. Ez egy új modell, úgymond egy hordozható műhely. A két könyvet benne találod. Köszi szépen a hordozható műhelyemet. It doesn't come with crafting materials though, so keep an eye out for those. Aha, barkácsolja a panyag. Jó, akkor. Just be careful out there. Óvatosak leszünk. Sure thing. Azt a kurva, azonnal nyomjunk egy selfie-t. Kurva jól néz ki. A fegyverek között gyors váltás. Na, amit meg akarok csinálni, az az, hogy... A naplót negyedik egér gombra rakom. Jó. Az a sztori küldetésünk az a X, gondolom. És hogyha hogyha bejárom a szigetet, akkor az ilyen mellékcusz, nem? Gondolom én. Going down. Csúszunk, Anna, azaz. That was great. Azt a de brutality. Hát mindjárt lélezek. Hogy néz ki ez a játék? Hát itt valami megmozdult bent. Hello. Valaki van itt? Could you check it out? Ó, valami vegyszer. Oda nézzé. Ez valami vegyszer kék. De most miért van? Azt hittem, van rajta a maszk. Let's go. Anna már megy mesterlövészkedni.
Úgy. Hú, itt kell szedni a alapanyagokat, alkatrészeket. Tartsd nyomva az I gombot és túl és a fogyaszkoz kész és fegyel egy testi szobát. Micsoda? Várjál ma Anna, hát itt izé van, buli van. Tudok csinálni... értem, vagy nem. De, tudok csinálni vagy életet. Aha! Vagy tudunk csinálni szűrőt. És a fegyverre... Hogy a fegyvert is lehet fejleszteni. Wow! Elrejti a torkon a tüzet, a hangtompítod, de a sebzésből is levesz, és a stabilitásból is levesz. Oké. Nagyon szexi, hogy így lehet rögtön craftolni. Tetszik. Megyek ma Anna, nyugodjál meg, csak hát részesek már körbe, most vagyok itt először. Körbe kell nézni itt a tájon. Egy kis nyúl, egy kis energétal. Ha miből van ezt te? Na. Most havazik és süt a... Most mi a fasz? Picit a Resident Evil 8-nak a design, vagy a világ dizájnjára hasonlít nekem itt ez a rész. A falu dizájnra, hogy Resident Evil 8-ba is sétálgottam. És éppen betértünk egy faluba. Egy kis falunak néz ki. Ó, hogy ide be lehet mászt? Van ott egy csónak? Mindjárt megyek. Mindjárt csónakázunk, gondolázunk, meg minden ilyesmit csinálunk. Megnézzük, hogy aha, itt ilyen dolgok, hogy ide be lehet jönni. Mindenféle alkatrészek. Mindenféle alkatrészeket lehet itt találni. És ennyi volt. Ha minden igaz, vagy még ki lehet menni a háztetőre is. Aha. Ahol van egy nénye, meg hova. Csórikámat itt érte a vég. Fúj. Fúj. Húhú! Erre mondják, hogy ez majd lerágott csont. Még ott is. És kinyissuk, úgy. Na. Megéri amúgy bejönni. Fasz. Lehet itt találni mindenféle szexi dolgot. És gondolom minden házból van külön ilyen cucc, nem? Kerti Budi! Jó napot kívánok! Ki szart ide utoljára vajon? Nem tudom, ki szart ide utoljára, baszki, de itt hagyta a lábát. Vagyis a cipőjét. Nem tudok jobban benézni. Azt a milyen könyves póz. Hát azoknak a könyveknek a papírlapja is szagolgatnám amúgy. Na még egyet sem láttam bazd meg, hogy a Kerti Budiban könyves póz van fölrakva. Nem tud bemenni. Faszom. Ja itt a ajtó, semmi baj. Semmi baj? Az mi a bánat? Csöves kukorica.
Minél koszosabb a fegyvered, annál jobban romlik a teljesítménye, bármely munkaasztalad a megszűnhet szennyezés. De ez amúgy ez... Ez kik pitoly? Tarararirá. Nincs szerkentjük el, se szerkentjük el, se probléma. Tűzgyorsaság, stabilitás, pontosság, sebzés. Három pöttyös a sebzés. E. És ennek vajon mennyi? Ennek azért jóval több. Jó, igaz, hogy a fire rate nem olyan nagy, de kis pisztolyon nem is kell ennek lennie. Vagy szétszerel lehet. Találtál egy fegyvermódosít, használod a hátizsákot. Oké, hogy itt ezt szét lehet szerelgetni. Wow! Milyen kraftolási módszerek vannak ebben a játékban, beszarok amúgy. Geci, hát így nagyon sokáig fog tartani ez a játék, hogy így minden házba be kell néznem. Minden házban van valami jutalom. Mindenhol van egy kis jutalom falat, hogy nézd át egész játékot. Jól csinálja amúgy a játék ilyen szempontból. Mindenhol van egy kis juti falatot. Valami egy házba be fog baszni, mert gondolom egy jó fegyver például. Megint van itt valami. Jó, most már mehetünk Annához. Na itt vagyok, Anna, megyünk egy csomagunk csónakázni? Hát hogy elveznék el? Majd hívlak, ha berendezkedtem. Nézd meg már Annát, már berendezkedik. Na, akkor én megyek csónakázni magamnak. O sole mio. Ott van egy kígyó. O sole mio. Csókol. Ez itt micsoda? Ez itt valamilyen megálló? Uti? Én megnézem ám. Itt nagy halászások voltak. Ha hogy ne lehetne bemenni ide is? Hát ez itt tényleg sokáig fog tartani, hogyha nekem minden házba kell néznem. Hát nem egy-kettő ember kelljét ebbe a családba, itt ebbe a kis fakuckóba. Oké, vegyszer, vegyszer, vegyszer. Jó, ő már fölért. Ő már ilyen fölérős. Nem szeretnék beesni a vízbe, gondolom, mi? Jó, oda a templomhoz kéne elmennünk. Ami ott a nagyon füstölovics. Nani! Jaj, már kiszúrtak? Rendben, nagyon jó. Tényleg. Embereket látok, úgy tűnik egyikünknek sincs fegyvere, jobb lesz, ha nyílt megközelítéssel próbálkozunk. Ne tüzeljünk elsőként, oké? Okay? Lengeti a fehér zászlót a lénye. Ott megúszkálnak a szörnyecskék közben. Very good. Na, szóval lengetik a nagy fehér zászlókat, minden topok, úgy. Lengetik a fehér zászlókat, úgyhogy ne lőjünk elsőre, azt mondta nekem Anna szerelmem. És ide, persze. Hello, baszki, mit, majdnem itt hagytam itt mindent is. Oké. Okay.
Két tricikli a szokásos jelenet ugye a játékba. Itt találunk egy triciklit, biztos menő volt ez a tricikli. Lehet akcióba volt, és mindenki vett magának egy triciklit. Minél mi? Mit mondott? Valami minél hosszabb valami, és ennyit láttam. Nem felejtek el, ne aggódjál. Srácok, mi a fasz van veletek a cseten? Hello. Milyen krisis? Mirisis? Tű, ez valami nagy szektás van itt. Nagy szektázások van. Szasz, Pikachu, csöcsike, mi a helyzet? Békesség legyen veled, utazó! Oké, belépek, úristen! In nomine Patris, et Sanctus. Szia, kislány, szia, hello! Jó napot kívánok, sziasztok, békével jöttem, ne féljetek tőlem. Békével érkeztem. Mindannyian, ezek mitől félnek ezek? Megölték a barátom és az apukámat is. Mi? Uha. They are not worthy of the protection of the Tsar. Exile them! Make them repent! Patience, brothers and sisters! Patience! Jó, én megyek tovább, szerintem. For ye must accept thy neighbors, like the Lord accepts thee. Amen, amen, Pikachu. Már nem nagyon értem, hogy mit prédikálsz, de jó. Isten áldja a lelkedet! Szerintem srácok bezártak minket amúgy. A szeretnek csapdába esett, mert az úr így akarta. Hamarosan ide jönnek a harcos testvéreink. Jó, ezek totálisan meg akarnak baszni engemet, srácok. Teljesen. Jó múltkor? Mikor? És 2019-ben. Azt amúgy ilyen jó múltkornak hívom én is. 2010-ek. Hello! The man from the train! He's here to save us! I can't believe this! I had all but lost hope! We're not from here either! Silantix locked us up here a year ago! Yes, the bridge dwellers won't even talk to heretics. But I'll tell you everything I've seen in this place all that year. Oh, it's the bridge guard. Silentia has fooled them just like the locals. Jönnek a harcos katonák. Run! There's a way out down here and there's a boat at the dock. Azt mondja, fussak. We also have one, but it's too small for all of us. Artyom, igazán van, menj a csónakon, később megmentjük őket, ne aggódj. Oké, akkor menekülünk. Az meg már... Ó, ne. De csalik! Jó, azért közvetlen közelről, hogy nem kapja bazd. Hullalá! Hiába hívtátok a harcos testvéreiteket. Kinyírok mindenkit. Ezeket meg lopom. Új,
figyelj, mindenki ilyen baszó shotgun van. Hú, ezt röptübe kapta a lenyet. Véletlenül ráröpültem. Nem tudom beszélni. Rá lett röpülve a csávóra. Jó, ezt ha be van lakatolva, lakatozva, akkor nem lehet kinyitni. Confirm. Ki kellett próbálni. Még a csapat is megnyitotta, érted? Coca! Egy kis coca volt. Neki négy foga volt. Imádtad ezt a részt? Nekem amúgy eddig egész játék nagyon pozitív. Már totál nem emlékeztem rá, hogy 2019-ben milyen volt az a játék. Gyorsan végigjátszottam egyszer is ezt. Nyuszi! Kö. Kurva jól néz ki, baszki. Ez véletlen volt, srácok. A bal ujjam. A rosszak idegek és véletlenül meghúzta arra azt. A picsába még egy... Hát ezt a... Nyuszki-muszki. Oké, okay, nyugodjon le mindenki. Szépen megkeresik a rossz bácsikat és... Na ide figyeljé! Nekem te itt ne rak fel a kezecskédet, itt nagy kivégzések vannak. A bededigre gyúrok. Oké? Okay? Figyelj ide testrészed. Olyankor, amikor már megtörtént a baj, akkor ne rak fel a kezedet nekem. Szerintetek meg lesz a bededig, srácok? Én aztán nem vagyok rossz fiú. Jó, vártok, kéne térkék. Kis alkatrész. Hol a pap? Hol ez a pap? Hol vagy pap? Majd tegyem oda neked. Okay. Hello, Petra! Mi a helyzet? Mi a helyzetecske? Gyere velem beszélgetni! Máma, mostanában emberek nem szeretnek beszélgetni. Mi ez, Mizu? Lehet vissza kéne menni a csónakhoz, nem? Mire arra, hogy itten cseten irkálj, nekem arra nem észre? Na, itt van a kerti budi, srácok. Nagyon nagy divat amúgy a budiban lerakni a könyvet, csak mondom. Mondom, biztos, hogy nem szagolgatnám meg azokat a lapokat, hogy milyen szaga van a könyvnek. Hát ezt mondom én. Az baj, Petrám. Hol a faszomba kell itt kimenni? Hol a budin? A WC-n szoktál olvasni könyveket? Mondjuk az jó dolog, hogyha könyveket szoktál olvasni. Jó, akkor ide nem kellett volna beleugrani. Megevett egy ponty. Én nem szoktam a WC-n annyit budizni. Nem szoktam a WC-n annyi időt tölteni, hogy könyvet tudjak ott olvasni. Én ilyen gyors ember vagyok. Elvégeztem a dolgomat és megyek tovább. Idő az pénz. Na jó van. Találjuk meg itt a kiutat, hogy hova az anyámba kell menni. Malackát lelőttük. Nyulacskát
Ő bemerevedett. Bemerevedett a nyulacska. Novellás kötet kell. Vagy Harry Pottert. A legjobb könyv. Mindenkinek azt ajánlom, srácok, Harry Pottert olvassatok. Az bárhol jó. A budin. Itt mi van bent? Oh, what's going on? Oh, I don't feel right. Oh my god. Ha mi a probléma, Teresa? Jó, ezt nem öljük meg. This is a punishment for our sins. It's all for our sins. Vakén gyorsz, kiszedték a szemeit. Jó, ne aggódj, nem bántalak, csak izé. Megmutattam, hogy itt vagyok. A nőkhöz kegyes vagyok, őket nem bántom. Lehet, oda kéne venni abba a Muerto Ture Pigrotorok, nem? A csónakom az ott van a másik felén akkor. Faszt van itt, baszki, eltévedtem. Hogy lehet ezen a területen eltévedni? Én esküszöm, én eltévedések mestere vagyok. Létra, létra. I give up. I have no choice but to rely on your mercy, even though you are a heretic. Kegyelmet akarsz, testrészem? Megkapod. Megkapod a kegyelmet. Hey, they say you worship the devil. Tényleg az beszél, hogy ördög. Na nem mondja. Will you teach me? Mind, I'd make a good apprentice. A really, really good one. Come on, teach me. Fú, de fejbe lőném amúgy. De nem, ő falusi, őt nem bántam. Nincs fegyver, ugye? Nincs fegyvered, tetyám. Jó, neki nincs. Falusiakat nem bántom, csak a katonákat. Őnekik nincs mercy. Nincsen kegyelem. Figyelj, vissza kéne jutnom valahogy Annához. Ez milyen here? Csalit. Csali? Milyen csali? Ja, szemetet, hogy így csali. Aha. Én azt hittem, hogy nagyba lehet horgászni. Akkor beszartam volna. Na, itt a csónak. Itt a csónak, amivel én eltávozok.